Vancouver, Kanada harmadik legnépesebb metropolisza, a Brit Columbia nevű tartomány részét képezi, mely tartomány zászlója olyan, mintha pénzben szerkesztették volna. Ha most Brit Columbia valamilyen csoda folytán átkerülne Magyarország területére, akkor teljesen nyilvánvaló, hogy ez lenne a zászlója, de én bepróbálkoznék valami ilyesmivel is persze, a biztonság kedvéért. Tehát Brit Columbiában járunk, ahol nem mellesleg hihetetlen tájak vannak. Olyan lélegzetelállító és elképesztő a hely, hogy észre sem vetted a teljesen valószerűtlen fantáziatájat, amit random beszúrtam a képek közé. Na, de elég a természetből, irány a város. Most miért? Ez a belváros, az üzleti negyed! Vancouver nagy utat járt be, ami a városi építészetet illeti. Kezdetben például így nézett ki a városháza, ők meg itt a városi tanács tagjai, akik épp üléseznek. Állva. Jó, mondjuk a fotósztoriához hozzátartozik, hogy a város alapítás után néhány héttel egy tűzvész miatt szinte az egész leégett. Az eset 1886-ban történt, mikor a város olyan fiatal volt, hogy még tűzoltóállomással sem rendelkezett. A tűz után persze a lakók első dolga a városi tűzoltóság megalapítása volt. Tanulság, ha várost építesz, kezd a tűzoltósággal. Észak-Amerika szerte évente több millió madárnak kell meghalnia. És itt most nem arra 700 billió csirkére gondolok, amiket megkajálunk, hanem azokra, amiket még megfogunk. Hanem azokra a madarakra, amiket a tükröződő üvegépületek nyírnak ki. Felvázolom a problémát. A madarak repülnek. Az épületek nem repülnek. Még. Vagy már. De cserébe viszont visszaverik a fényt, tükrözik a környezetet, így láthatatlanná válva a madarak számára. Bár az utcáról nézve az ég tükröződik bennük, a madarak nem azért repülnek nekik, mert azt hiszik, a végtelen ég részét képezik, hanem azért, mert madártávlatból a környező tereptárgyak tükörképére hiszik azt, hogy a valóság. Mintha te azt hinnéd a fürdőbe, hogy a tükör egy portál. Képzeld el, hogy mondjuk épp leszeretnél szállni egy fa tükörképére, és egyszer csak... Jobbra végsel népetjünk, sárkány. Nemhogy ebbe a városba is építenének valami részletesen kidolgozott, különféle szobrokkal és díszelemekkel, ornamentikával. A gyompakolt, de nem túl csicsás, kőből faragott épületet a sok üvegóriás helyett. Egyébként vannak tök menő felhőkarcoló tervek, jelentősebb üveghasználat nélkül is. Ez a szovjet birodalom hagyatéka. Harmadik világháborúra való fölkészülés. Nyilván ezeket meg telibe f***nál az összes galamb. Térre ne értsetek, a hatalmas üvegépületeknek is megvan a maguk varázsa, hangulata, de még milyen? Én csak azt mondom, ha madár lennék, mást gondolnék. Most miért? Nincs a madaraknak joga az élethez. Nem házasodhatnak. Nem fogadhatnak örökbe, gyere! Következő életedben ne legyél madár. Nézd, Bambi, ez egy madár. Madár. Nézd, Bambi, ez egy kő. Madár. Nézd, Bambi, ez egy fa. Madár. A másik megoldás, amit Kanada szerte alkalmaznak, és működik is, hogy olyan épületeket terveznek, meg őrültek, meg vannak őrülve az épületek. Ez biztos át van gondolva? Nem tudom, ki számolta ki, minden esetre nem valami meggyőző. Na mindegy is, jöjjön inkább 5 ok, amiért ide kell költöznöd. Az lesz, amit én mondok, világos? 5 ok, amiért ide költöznék. Nulladik, hát nem a drogosokkal harcoló étterem tulajdonosok miatt. Nulladik lépése. Bizony, van ilyen is. Első, hogy a reptéren, ahová érkeznék, hidroplán kikötő is van. Igen, ez egy elég menő és nyomós érv az ide költözés mellett. Második, hogy milyen tökéletes pontossággal lett megtervezve ez a város, és hogy mennyire precízen lettek betájolva az utcák és épületek a 4 égtáj felé. Igen, én ilyen kényszeresen párhuzammániás vagyok. Hát nehogy már a lelkem bánja a túlvilágon. Harmadik, az egyensúly. A rengeteg parkkal, ami itt található, nem csak a természettel ápol kiváló kapcsolatot, de a város fekvése is egyensúlyról tanúskodik. Egyik irányról az óriási és végtelen tűnő hegységek, másikról a tenger öleli. Arról nem is beszélve, hogy az itt élők is harmóniában vannak egymással. Lényeg, hogy ez egy sokszínű közösség által épített és lakott város. Sok parkkal, de tényleg rengeteg parkkal, több ezek közül kínai. Ha már egyensúly meg Kína, ez a faszi tudja, miről beszélek. Harmadik, ez a város az egyik legkirályabb hely a világon, és ezt nem csak én állítom. Az Economist Intelligence Unit minden évben készít egy rangsort, ahol többek között az alábbi szempontok alapján sorolják be a világ valamennyi nagyvárosát. Egészségügyi helyzet, környezet, infrastruktúra, oktatás, stb. Infra egészségügyi struktúra. Ezeken a listákon Vancouver évről évre feltűnik a top 10 város valamelyikeként. Negyedik, már hogy sorolom, hogy miért költöznék ide, ha elfelejtetted volna, hogy miről szól a felsorolás. Szóval negyedik, Porco Rosso. Vagy hidroplánok mindenütt. Ez itt a hidroplánok birodalma. Ha mondjuk te el szeretnél jutni a szomszédos Victoria városba, ami egyébként a tartomány fővárosa is, akkor az alábbi opciók közül választhatsz. Opció A. Gyalog. Ezt az opciót csak akkor választ, ha te vagy Jézus Krisztus. B. Kempo. Ja nem. Komp. Csak akkor ki kell várnod ezt a sort. Jaj! Jaj! Te jó ég!
Úristen! C. Tankerhajó. Becsomagolod magad, feladod magad postán, megvárod, amíg bekonténereznek dobozostul, és felraknak egy hajóra, aztán rájössz, hogy a b***a meg tankerhajó nem is megy Viktóriába. D. Autóba ülsz. E végre ez az út nem is olyan hosszú. Csak azzal számolj, hogy itt nem tudsz átkelni a vizen, szóval kerülnöd kell a pacifikus kordillerák felé. Igen, be kell hajtsa autóval a hegységbe, ahol még mindig iszonyat folyók vannak, nincs egy kiépített út, nemhogy híd. Vulkánok viszont vannak keményen. Már bomlik keményen. Ha hegységen sikeresen átverekedted magad, ami ugye lehetetlen, jöhetnek ezek a folyók és szigetek, vagy még egy kis folyó, hegységek, és már ott is vagy. Ötödik opció, vagy opció, hajót veszel. Aztán már kedvedre manőverezhetsz itt a szigetek közt. Végül maradt a hidroplán, csak simán levágod itt repcsivel, aztán szevasz. Ötödik ok. Tudjátok követni? Érdemes egyáltalán számolgatnom, vagy csak simán mondjam, hogy mi van? Mindegy, Vancouver nevezetes látványosságai. Egy gőzölgő óra, egy tó, amiben hanghullámokkal etetik a halakat, egy kínai városrész, de nem olyan, mint Budapesten, aki nem látta még ilyen Budapesten, és egy 70 méter magasba kifeszített törzsi híd, amit épp tesztelnek, hány embert bír el? Ja, de vicces itt valaki? Vancouver Metropolis külvárosának labirintus jellege meglehetősen magas. A környékbéli udvarigazítási kérelem teljesítése az alábbi módon bonyolódhat le. Elnézést, bocsánat, a könyvtárat keresném. Merre van, tetszik tudni? Hát figyelj, elindulsz balra. Eddig megvan? Igen. Aztán ott lesz egy emelkedő, felmész, stim. Aha, onnan már csak kétszer kell balra menned, egyszer jobbra, majd egyenesen. Az elágazásnál jobbra, aztán megint jobbra, majd harmadszorra is, de vigyázz, mert aztán balra mész. És a másik oldalon ott a sajt, ott lesz a sajt, meg fogod találni. Amúgy ez a városi könyvtár, melyet a római Kolosseum hiányzó részeiből tákoltak össze. Ez a stadion, amit 2011-ben újítottak fel és alakítottak át egy kibiztosított tömegcsapdává a Fűrész című filmből. Továbbá vannak itt 10 emelet magas hidak, valamint futurisztikus építészeti remekművek tömkelege. Ez itt az USA és annak minden Kanadával határos megyéje. Felhívnám a figyelmet erre itt. Ez itt nem egy grafikai pixel hiba, hanem egyike a világ legelzártabb helyeinek. Point Robertsről van szó, és első ránézésre azt gondolhatod, Kanada részét képezi. Na de, itt van ez a vonal. Ez a világ leghosszabb vonala, pontosabban határvonala. 6 méter széles. Mondjuk mi lenne, ha a világ leghosszabbjának bemutatását nem azzal kezdeni, hogy mi lesz széles? 8891,6256 km hosszú. Remélem örültök. Szóval 6 méter széles, ami azért fontos, mert ezen a 6 méteren belül nem találtok egy fát sem. Ez olyan szigorúan van véve, hogy hát... de ennyire. De hát van ez a félsziget, ami az amerikai Washington államhoz tartozik. Most jön egy unalmas rész, ezt el is tekerem gyorsan. Imperial Secretum Veritas Mysterium. Ó, ez itt már a vége. Na mindegy. A város melletti helyen, aminek a nevét most látjátok a kijelzőn, található az Eye of the Wind, ami azt jelenti a tekerős mágdaráló. Van egy bazimagas turbina, ami egy szűk kilátó is egyben, és amiről pazar kilátás nyílik a Metropolis teljes egységére. Előképezhető. Tetszett, lájkold és nézz körül a csatornámon. Megtekintésre javaslom továbbá a Technoscope Facebook oldalát, ami nekem döntött elón olyan gyéren jelenik meg, hogy néha áldom az Istent, hogy nem Sony telefont vettem. Potenciális szponzorvesztés. Azt eszik a döglött kutyákat? Ami már bomlik keményen.